Hogy az a sziasztok emberek, olyan izékbe torkolunk itt a Hincés Kuncba, hogy avval cseszegetnek bennünket, akik itt ülünk, töltsük a telefon, meg esetleg lefürdök, hogy miért nem árulom az újságot, meg csak azok lehetnek itt a körülbelül a 98%-a nem árulja a Hincés Kunc újságot. És nem tudom, miért pont engem csesztetnek ezért, fogalmam sincs, meg itt aki így szokott ülni itt a izébe, az a szakállas, tehát azt is behívatták a büróba beszélni, meg a másik lengyelt, aki így szokott ülni. Tehát ez hallatlan, felháborító. De azt nem nézik, hogy még a régi helyen, amikor volt a Hincés Kunc, ilyen körülbelül 5 naponta hagytam ott nekik a cégnek az 5 eurót, meg a 4 eurót. Nem érted? Mert jól kerestem, tehát cigány származású nő vagyok, diplomás kutatónő lettem. Elég sokat, rengeteget tanultam, inkább úgy mondom, rengeteget tanultam Magyarországon, és ezt nem akarják itt tudomásul venni itt a Hincés Kuncba. Tehát majd mindjárt mondom a Marcelnek, hogy mennyi pénzt hagytam én ott régen, ott ahol régen voltak a Hincés Kuncba. Majd mindjárt mondom majd nekik, neki, majd a Marceltől megkérdezzük.